Dióta 3 éves terápiás kutyát utánozzák a tábor résztvevői a program bemelegítő feladataként. Idén nyáron is 7 héten keresztül minden pénteken tábort tart a Bátaszéki Családsegítő Központ. Az eseményre nem csak a gondozás alatt állók jelentkezhetnek, bárki részt vehet a programokon. A kutyás terápiát minden évben megszervezik. Mergül Pécsi Edit családsegítő úgy nyilatkozott, ez az egyik legnépszerűbb programjuk, ami fejleszti is a gyerekeket. Azt veszük észre, hogy a kutyák, az állatok sokkal inkább empatikusabbá teszik a gyerekeket, és egy olyasfajta kapcsolat, még hogyha csak 20 percig egy órán keresztül alakul ki a gyerekek és az állatok között, ami mondjuk a gyerekek és a gyerekek között nem tud kialakulni. Sokkal kedvesebbek, sokkal odafigyelőbbek. Hozzátette, hogy egy ilyen foglalkozás után egymás irányába is érzékenyebbek és elfogadóbbak lesznek a gyerekek. Összehoz olyan diákokat is, akik az iskolában nem biztos, hogy barátkoznának egymással. Rajci Dóra szakember szerint maga a kutya jelenléte is nagyon pozitív és ösztönző hatással van a gyerekekre. Ezen kívül nagyon sok fejlesztési lehetőséget be lehet vinni a foglalkozásba. Akár finom mozgás, akár nagy mozgás, mondjuk vezetik a kutyát, csipeszelnek, feladatokat végeznek, és mindegyikbe bele tesszük a kutyát, mint idézőjelben eszközt. És akkor vele együtt dolgoznak, így bármit megoldanak, amit mondjuk egy hiperaktív az én kérésemre nem biztos, vagy kevésbé türelmesen hajt végre. De ha a kezébe a póráz, akkor már nem is feladatként éli meg, nem is vesz észre, hogy megy az idő. Idén még 2 péntekre szervez programot a Bátaszéki Gondozási Központ, állatsimogatóba és a Bonyhádi strandra juthatnak el a jelentkezők. Ezekre a programokra a férőhelyek még korlátozott számban ugyan, de elérhetők.